Egy év és három hónap után itt ülök az új-zélandi repülőtéren. Ugyanis ma hazamegyek. Ami elég furcsa érzés ennyi idő után. És az igazság az, hogy otthon nem nagyon tudják, hogy megyek, úgyhogy csak be fogok csöngetni. Ők abban a hitben vannak, hogy én augusztus vége felé fogok hazaérni valahogy, és most éppen úton vagyok Fidzsire, és jövő héten jövök ide vissza, hogy még aztán utazzak egy hónapot, de hát szeretem a meglepetéseket, vagyis inkább szeretek meglepetést okozni, úgyhogy igazából pont most hívtak, menni kell becsekkolni, és nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy lesz. Erről az egészről, az itt töltött évemről szeretnék csinálni egy összefoglaló videót, abba szeretnék beszélni a csatornának a sorsáról is. Vannak ötleteim, de egyelőre csak érjek haza, vár rám egy majd 30 órás repülés. Most jön Auckland, Doha, a világ leghosszabb repülőjárata, több mint 17 órát fogok a levegőben tölteni. Előre félek, mármint nem a repüléstől, hanem nem szeretek egy helyben ülni, főleg nem ennyit. Úgyhogy valószínűleg Dohából jelentkezem. Sziasztok! Összes filmjét megnéztem, és amúgy a kaja az egész jó volt. Úgyhogy most jön egy ilyen 2-3 órás várakozás, és onnan indulok haza. Sziasztok! Egy év és három hónap után újra magyar földön. Páran hülyének néztek, mert téli kabátba jöttem, de nem tudtam, hogy itt ilyen meleg van. Minden esetre Dohában 36 fok volt, éjjel egykor, úgyhogy annál itt jobb a helyzet. Időközben sikerült kikecmeregni, most már csak Mátéra várok, hogy felvegyen, és indulhat a meglepetés. Nem tudom, mikor jelentkezek legközelebb, megpróbálom a régebbi videókat feltölteni otthonról, de egy összefoglaló videóval valószínűleg késni fogok, most szeretnék egy kicsit otthon lenni, kicsit családdal, barátokkal. Aztán, amikor kész vagyok az összefoglalóval, megosztom veletek. Sziasztok! Sziasztok!